szőlőből országosan 60-70 százalékos termés kiesést jegyeznek a gazdák. A nem szokványos időjárás megtizedelt a hozamot, így a borok minősége is romlott. A temeriné Dujmovics László gazdaságában 6 hektáron terem szőlő, amiből évente 30 ezer liter bor készül. Az idén 30 százalékkal kevesebb nedű került a tartályokba. Nem minden szőlősben alakultak így a dolgok. Fajta függő a kérdés, tehát az eredmény a végeredmény, ami a szőlőtermést és a minőséget illeti, fajta függő. Szőlősünkben kb. 30-40% olyan fajták vannak, az intézeti fajták, amelyek az ilyen meglehetősen viszontagságos években is jól mutatkoznak. A csúcsminőségű borok hiányozni fognak a karácsonyi asztalokról, viszont megfelelő szakértelemmel az amatőr szőlészeknél is készülhetnek jó borok közepes minőségük voltak a szőlők, tehát nem volt meg neki ez a cukortartalom, és ezáltal nem is lesznek olyan erősek a borok, mint a tavalyi, akkor még különösen meg volt a minőség, és sokkal erősebb volt. Lassan tisztulnak a borok. A pincében mindig sokat enni való. Itt a borászat a, 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 kén, kén nagyon oda figyelni. Elég kénfaló évnek nézünk elébe a hőmérsékletet kell figyelni, deríteni lassan, jön a borverseny. A jövő évi termés is főleg az időjárási körülményektől függ. A gazdák lemosó permetezéssel és tápanyag utánpótlással felkészíthetik a tőkéket a következő idényre, így már csak a kedvező időjárásban kell reménykedni.